Hiába van egy-két napja melegebb az évszakos átlagnál, a szexárdi hajléktalan szálló most is teltházzal üzemel. Az éjjeli menedékhely nevű szolgáltatás 20 férfi és 5 nő számára elérhető itt. Ez azt jelenti, hogy ők itt alhatnak fűtött helységekben, ágyakon. De emellett másféle segítséggel is támogatják a Tolnai Vármegye székely utcáin élő hontalanokat. A harmadik férfi átmeneti szállunk 6 fős. A nappali melegedőt éjszakára megnyitottuk, mert hogy december óta azért elég szépen alakult a létszámunk. 10-12 fő tulajdonképpen megszakítás nélkül igénybe veszi a megnyitott nappali melegedőnket. Népkonyhánk van még, ezen túl 50 főig tudunk elmenni, illetve utcai szolgálatunk van, ami a kinti közterület ügyfeleket látja. A hajléktalan szálló szakmai vezetője azt mondja, az ügyfeleik száma szerencsére lassú csökkenést mutat. Még 15 éve nem volt ritka, hogy egy-egy hónapban 160 vagy 200 utcán élőt is támogattak, addig mostanra ez a szám 40-50-re csökkent. A segítség viszont így is jól jön, mert bár az önkormányzati fenntartási intézmény költségvetése elég a legszükségesebbekre, a felajánlásokat minden esetben szívesen fogadják azok, akiknek a legtöbbször semmiük sincs. Folyamatosan, téli hidegben meg még inkább várunk segítséget. Ez azt jelenti, hogy melegruhát, takarót, gyertyákat, talán ez furcsán hangzik, de ilyeneket tudunk használni. Az élelmiszerekből a tartós élelmiszer az, amit leginkább tudunk használni. Szűcs László azt kéri, hogy aki adománnyal segíteni a szexárdi hajléktalan ellátást, úgy a felajánlásokat a Mátyás Király utcai otthonba vigye el.